Köszönöm a szót, tisztelt államtitkár úr! Nem először van az országgyűlés előtt a 60 és Lőrinci határán fekvő szennyvíztelep, ahol egyre növekszik a talajszennyezés, egyre nagyobb a bűz, és már az állampolgároknak teljességgel elviselhetetlenné vált ennek a környékén élni. Többször felvetettük ezt az ügyet, legutóbbi alkalommal maga a miniszter július 15-ével intézkedéseket ígért, valamint egy általam intézett írásbeli kérdésre bevallotta, hogy a Hunviron telep okozza ezt a problémát, ez amúgy mindenki 60-ban és környékén pontosan tudott eddig is. Ennek ellenére hiába volt a Heves megyei főügyész közjogi szakágának a kezdeményezéséje, hiába volt feljelentés a Heves megyei rendőrkapitányságba, semmi nem történt. Egyszerűen abszurd az, hogy ezt a problémát, ami embereknek az ingatlan befektetéseit okozza, ami miatt emberek 60 környékén nem tudnak már teregetni, a kormány nem tudja megoldani, akármit is ígért az államtitkár. Az a helyzet, és ezt mindannyian pontosan tudjuk, hogy ha ez a szennyvíztelep nem 60 és Lőrinci határán lenne, hanem az önháza körül, vagy a miniszterelnök háza körül, akkor már régen megoldották volna a problémát. Egyszerűen arról van szó, hogy önöket nem érdekli az, hogy mi történik 60 környékén, és jelenleg sincs benne a teremben, illetve a mai nap nem is volt a térség országgyűlési képviselője, aki még egyszer nem vetette föl ezt a problémát. Azt a kérdést szeretném konkrétan föltenni, hogy milyen vizsgálatokat végzett a kormányhivatal, a rendőrség és az ügyészség miért nem tudott lépni abban az esetben, ha a Hunviron telep nem teljesíti a környezeti előírásokat, valamint azt szeretném kérdezni, hogy miután már bűzcsapdákat is elhelyezett és az önkormányzat, és tényleg sok mindent megtett, miért nem tudnak önök intézkedni, miért nem tudják a saját alaptörvényükbe lefektetett egészséges környezethez való jogot érvényesíteni a 60-ban és környékén élőknek, miért van az, hogy továbbra is várni és várni kell arra, hogy az állam a legalapvetőbb feladatát ellássa 60-ban és környékén, miért nem tesznek végre valamit. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm szépen, képviselő úr. A választ képviselő úr kérdésére Farkas Sándor államtitkár úr fogja megadni. Parancsoljon, államtitkár úr. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Ahogyan azt a júniusi interpellációjára válaszolva elmondtam, a kormányhivatal minden jogszabályban adott lehetőséggel él és élni fog a probléma megoldása érdekében. A területi környezetvédelmi hatóság felmérése alapján a panaszok oka valószínűsíthetően ma már a Hunviron Kft. Lőrinci telepének a bűzszennyezése. Emlékeztetem képviselő urat, hogy a 60 hektáros telepen, amelynek rekultivációját a Kft. Végzi, több millió köbméter mennyiségben található széntüzelési erőműből származó salak, pernyek, gumigyári hulladék és kommunális hulladék. Több eljárás indult az ellenőrzéseken feltárt szabálytalanságok megszüntetése érdekében. A hatóság határozatban kötelezte a céget a szükséges intézkedések megtételére. 2018. augusztus 28-án a telephely közelében megjelent olajos szennyeződés miatt azonnali hatállyal megtiltotta a telephelyre történő hulladék beszállítását, és köteleztette a céget a kárelhárításra, amely jelenleg utolsó fázisban van. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságon szintén folyik eljárás a cég ellen, és a Heves megyei főügyészség büntető eljárást is kezdeményezett az ügyben. 2018. október 3-án az engedélyben nem szereplő létesítményekben történő további hulladékgyűjtés és kezelés megtiltása mellett teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat elrendelésére került sor. A hatóság a cég kapacitás bővítésére benyújtott engedélykérelmét az előbbiak miatt ismételten elutasította. Az elmondottakkal próbáltam érzékeltetni a tevékenység mérete miatt keletkezett probléma megoldására, milyen nagy feladat jelent mindannyiunk számára. A telep működésének azonnali leálltása ugyanis nem eredményezné a bűzszennyezés megszűnését, csak megfelelő és a tevékenységre vonatkozó bűz csökkentését célzó technológia megoldások megvalósításával lehetséges a helyzet javítása, és a hatóság ezt kívánja elérni határozataival. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Köszönöm szépen, államtitkár úr!